A jászberényi állat- és növénykert idén is csatlakozott a Nemzetközi Vörös Panda Naphoz, melyet szombaton tartottak a gyűjteményben. Az állatkert média partnere a Karcag Televízió is. Sajtónyilvános eseményen mutatták be az állatkert új jövevényeit, a nyáron született kis pandákat. Most hál' Istennek születtek idén is kölykeink, most már harmadik alkalommal, és minden megszületett kölyöknek nagyon örülünk, éppen az előbb elmondottak miatt, mivel veszélyeztetett csoportba tartoznak, és ezért minden megszületett kölyök az tényleg a esetleges kihalás szélére sodródó állatokat faj megmaradásában tudják pótolni. A zoo 2014. júniusa óta büszkélkedhet vörös macska medvékkel. Ekkor érkezett a két nőstény, Svea és Lea Norvégiából jászberénybe. 3 évvel később egy belgiumi állatcserével jött az akkor 1 éves hím, Sifu. Leával rövid idő alatt egymásra találtak. Szerelmük gyümölcséből 2018-ban 2 hím kispanda, 2 évvel később pedig egy nőstény utód született. Az állatkert ebben az évben sem maradt kölykök nélkül. Lea július 2-án 2 kis pandát hozott a világra. A kölykök 3. állatorvosi vizsgálatát a Nemzetközi Vörös Panda Napon végezték el az állatorvosok. Dr. Bakonyi László vezetésével. A kis pandáinkat most 3-szor fogtuk meg. 2 hetesével vizsgáljuk őket, nézzük ilyenkor a súlygyarapodást. Most annyival volt több, hogy féreghajtást is végeztünk, illetőleg megjelöltük őket, megkapták az egyedi azonosítójukat, a mikrochippet. Mind a 2 fiú, korábban már volt egy ilyen fiú testvérpárunk, utána jött egy lány, és most megint 2 fiú van, úgyhogy úgy néz ki, hogy a fiúk vannak túlsúlyba ebből az alomból. A korábbi kölyköknél több gumikesztyű szakadt, itt most csak az egyik. Nem egyformák az állatok, van az egyik egy kicsit aktívabb, a másik nyugodtabb. Annak ellenére, hogy már most jön a foguk is, 10 hetesek most, még nem annyira küzdenek. A féreghajtó az annyira nem tetszett nekik, egy picit nyázanak tőle, de ezen kívül más probléma nem volt, a csippezést is nagyon jól viselték. A gyönyörű színösszeállításuk és bájus pofiuk miatt a látogatók nagyon kedvelik a vörös pandákat, igazi kedvenceknek számítanak a berényi állatkertben. Az eseményen megtudtuk, hogy a kispandák tenyésztését felügyelő fajkoordinátor tavalyi döntésében engedélyezte a jászberényi állat- és növénykertben élő pandapár további szaporodását, így remélik, hogy a faj megmentő tenyészprogrammal a jövőben is utódokkal növelhetik a vörös pandák számát. 2 különleges tulajdonsággal rendelkeznek, az egyik az, hogy a szőrös talpukkal egyedülállónak mondható, rajtuk kívül csak a jegesmedvéknek ilyen. A másik különleges pedig az, hogy ők nem a nyelvükkel szimatolnak, hanem nem az orrukkal szimatolnak, hanem a nyelvükkel szedik össze az illatanyagokat. És ez egy nagyon érdekes dolog, tulajdonképpen hasonlóan, mint a hüllőfélék. A kicsik enyedi azonosítót kaptak, valamint nemükre is fény derült, mindketten hímek. Sano Ago 360 g, míg Sano Kali testtömege 580 g volt a mérlegeléskor. A Himalájában körülbelül 2500 méter tengerszint feletti magasságon őshonos állatok a veszélyeztetett fajok közé tartoznak. A Himalájában élnek körülbelül 2500 méter tengerszint feletti magasságon, és a veszélyeztetett kategóriába tartoznak a bambuszerdők irtása, a magas vadászati számok miatt, illetőleg az illegális vadbefogások miatt. A Világnap célja, hogy felhívják a figyelmet a kis pandák életterének jelentős zsugorodására, a faj védelmének fontosságára.